Szerbusztok! Most jó lesz. Jó estét kívánok a kedves tévénézőknek! Itt vagyunk Münchenben, valami koncerten. Szeretnélek titeket kérdezni, mivel nagyon rengeteget készültetek erre a turnére, és most itt vagytok. Hogy értékelitek az elmúlt 3 napot? Ez milyen hülye kérdés, bazd? Sziasztok, elnézést kérünk, sajnos a múlt héten sajnos egy technikai malőr miatt letörölt az internet az adásunkat. Most viszont az Idoru által forgatott turnéélményekből bemutatunk nektek egy fantasztikus összeállítást, és ami Japánban is készült többek között, van még hozzá Suzy Hansen szá. Viszont január 8-án a Q-tiplexben 2-4-1 éve születésnapi bulira lehettek hajlandóak kijönni. Ebből sosem lesz semmi, azt tudni. Nyugi van, gyerekek, nyugi van. Hogy a viharban? Sziasztok, itt vagyunk egy nagyon patinás helyen, a Hörpincében Budapesten, a The Idoru nevű zenekarra. Hello, fiúk. Hello. És akkor ígyünk is meg gyorsan egy felest. Hányféleképpen hallottátok már kiejteni azt a zenekar nevet, hogy Ade Idoru? Hát, 3-4. Idoru. Teodora. Iroda mi volt még? Egyszer írtak egy cikket a Budakeszi újságban, és úgy írtak le, hogy Idoló-o. Két óval ellen, és két óval. Mit tanultatok meg japánul a turné alatt? Konnichiwa. Ománko. Ezek mit jelentenek? Mit jelent a konnichiwa? Jó napot kívánok! Jó napot! Ománko, azt én nem mondom. Ezt én sem nézek ott, nézzetek! Ne! Ománko, ez egy női nemi szerv, ugye? Egy női nemi szerv. A fejem van. A pina? Aha. Mi a rendszám a kocsinak? Ez 53. Szia Gabi! Hello! Hol vagyunk? Tokió! Bizony! Nem jössz mondod? Velünk? Várjál! Anyá! Tokió! Miket kell lenni egy ilyen turné? Mik voltak a lehetőségek? Alga, polip, kipi. Szerintem ilyen túros bagyúfi jelség lehet. Ehetetlen egyébként. Ehetetlen. No. Hát van az ilyen szar zsömbék, indorítom. Oliva. Igen. Elnyújtó sajt. Sajtok. Philadelphia joghurt, esetleg bio. Pepperoni. Cékla. Ubi. Ez nem tudom mi. Ezt finom, megkóstolom. Az a Matyi kedvence. Igen. Hozzász. Szalsza. Miért a szalszer? Magyarul. Lófasz? Ez nem tudom mi. Magyarul krém. Csokik minden mennyiségben. Chips. Gimik. Mozzarella paradicsom. Ez... Jam. Lekvár. Esetem még papír krém. Méz. Papír cucc. Paradicsomos cucc. Elég jó idata van amúgy. És mit lehet inni? A hűtőben található ásványvíz, ott alul, luna, narancs, és kirse. Egy. Aha. Teja esetleg, vagy kávé, és teja, persze, itt van. Többféle tea, kinek, ami tej esetleg, persze, szalvéta, evőeszköz. Kávé van, ez a kávé, nem? Ez a kávé, igen. Aha. De ez csak a reggeli. Akkor hasonlítsunk össze egy hajdúböszörményi klubot, meg mondjuk egy amszterdami, mondjuk a Melkveget, hogy mi a különbség ellátás szintjén. Nem lehet hasonlítani azt a kettőt. Az a baj, hogy a hajdúböszörmény az olyan szinten visz mindent, hogy egyszerűen így bármilyen klubot hasonlíthatsz hozzá, nincs még egy olyan jó.
Hajdúbra szörményben megkapsz mindent, tehát odamész, beleírod a riderbe, hogy mit kérsz, ott van egyből, kurvák, drogok, amit akarsz, minden, és elmész be az Amsterdamba, Melkvegbe, és ott meg itt lehánynak az emberek, bazd meg, semmit nem kapsz, szarúszol, nulla ember a helyeken, bazd meg, és egyszerűen, tehát én nem is értem, hogy mit kerestünk ott, bazd meg. Hány állomás? Hányás volt? Hányás, én egyszer sem hánytam. Matyi kétszer hányt, egyszer is hányta a gatyáját, ha jól tudom. Andris is hányt egyszer, Tibi is, de hányta? Én nem hánytam. A Tibi az úgy hányt egyébként, hogy közben a Jerry Only magyarázott neki valamit, így vele próbált dumálni. És akkor utána egyszer csak így mondta, hogy oké, please wait a minute. És folytasd, légy szíves. És lehet ez bírni, hogy minden nap ivás, minden nap sör, feles? Hogy mi volt az ivó paletta egy nap? Hát így... Sör, meg sör. Figyelj, panasz az így nem igazán volt semmire, tehát... Vége volt a koncertnek, utána vége volt a Misfitsnek, bepakoltunk a buszba, még mit tudom, egy fél órát még pörögtünk a helyen. Vége volt a bulinak, beszálltunk a buszba, mindenki lefeküdt aludni, másnap reggel felkeltünk a hely előtt, kimentünk, bepakoltunk, beállás, és már kezdődött a buli. Egy helyen, azt nem tudom, hol volt, Svájcban? Ahol volt külön egy ilyen kocsma részleg, ami csak a miénk volt, és azt hittem, amit akarsz. A legfullosabb söröktől elkezdve, biszki, mi volt még ott? Minden, ami szemszájnak ingere. Tényleg minden volt. Hello, fiúk! Hello! Csáj, mi a helyzet? Mi a helyzet? Itt játszatok? Koncerteztek? Aha. Épp van egy kis dolgunk a mikrobuszunknál, úgyhogy gyere. Mikrobusza vagytok? Aha. Ez kis pici szar. Megnézem, jó? Oké, gyere. Kicsi, nem olyan nagy. Ezzel vagytok? Hú, de gizda, bazd meg. Szeretnéd megnézni belülről? Hát nem tudom, nem gáz? Nem. Szépen, no. Felvegy előre. Akkor megyek előre. Hát nem tudom, megnézem, hogy van-e itt valami a hűtőben esetleg. Mekkora mezni van? Nem tudom, kértek esetleg egy sört? Nem kérek, aha. Tessék, parancsolj. Köszönöm. Nekem lesz egy ilyen kicsi. Én is egy kis üveges tinnék. Igen? De van még? Persze. Amit csak akarsz, barátom. Na hát, fogalj helyet addig. Van egy olyan kis alma, kivis, sajt. Amit akarsz. Aha. Kávé, cukor, tejszín, nasit, hamutál, meg a pilótafülke. Menjünk fel! Kicsit gáz van, mert pisilnem kell, de most jut eszembe. Hát nem kell kimenni pisilni. Tényleg, akkor WC is van. Nézzük csak meg. Hát elég gagy ez, de... Kezdetnek este... nem rossz. Ja. És milyen ott van? Lehet DVD-zni is. DVD. Menjünk fel! Ja, még annyit, hogy esetleg be is bezárom az ajtót, jó? Mert... Majd valaki jöjjön véletlenül. Szerint is lakosztályunk is szerint. Foglalja a helyet bárhol. Uh-huh. És ezek a hálófülkék? Igen, itt alszom én, jobb ilyen. Én meg itt alul. Gyönyörű szép kilátás, mint ha elhúzzuk a függönyt, akkor lehet látni. Aha. Szép a tej, minden. Itt ilyen klíma van, lámpa, ami mindig alszik, hogyha nem kéne. Hát így elég kicsi amúgy, de jó. Nekünk most ez megfelel. Uh-huh. Itt így le lehet huppanni. Hát alkalmat tenni ezt. Uh-huh. Na hát ez nagyon jó. Kim vagy Japánban, és így azt látod, hogy ott van egy amerikai zenekar magyar énekessel, és a Bang Bamból előad egy kis összenetet, és tudod, hogy neked énekli. Tehát más Magyarországon hallani ezt, és más Japánban, tehát kicsit azért így a könnyeinkkel küzdködtünk, tehát azért az felemelő érzés, amikor így van földgömb, és akkor itt van Magyarország, ide átmész, és akkor ott Téglás Zoli szemedbe néz, és így magyarul énekel neked, ez elég jó. De nem annyira jó érzés, mint ez. Itt lenne a hőpincében, így nyomó nagy mirigyet hallgatni. Azért szerintem az szenzációs, nem? Hogy a viharban-e? Hogy a viharban-e?
Tehát hány óra van? Szóval nekem olyan 11 óra 12 óra. Na, szóval egy szó mint 100. Egész jó volt. One word like 100. Szerbusztok, itt vagyunk újra. Csá. Bolognába. Nézzétek meg, milyen szép a táj. Gyönyörű a város.